Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnátáj televízió híradóját látják, Gulyás Anita vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Nagy szombat, Kismányokon ünnepi misét és ételszentelést tartottak a településen. Jézus feltámadását ünnepelték, hagyományos Emmaus járást tartottak Tolnán húsvét hétfőn. Húsvétkor sem pihentek a rendőrök, folyamatosan Tolna vármegye útjait pásztázták. Több utca megújult Faddomboriban. Vállalkozók és helyiek is támogatták a projektet. Feltámadási misét és kokonya szentelést tartottak Kismányokon a Székely portán. Az eseményen részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. Elmondta, már több éve állandó résztvevője az eseménynek. Kérünk élesztő egyházadban az Isten gyermekség lelkét, hogy akik testben és lélekben megújultak, tiszta szívvel szolgáljanak neked. A hagyományokhoz híven Kismányokon a magyarok nagyasszonya templomban tartottak ünnepi szentmisét nagyszombaton. A keresztény szokások szerint ezen a napon többek között kalácsot, sonkát, tojást és gyertyát visznek a lakosok, amit aztán a helyi székelyporta udvarán megáldanak. Hát a bukovinai székelyeknél, biztos máshol is, de a bukovinai székelyeknél kimondottan ugyan állunk hagyomány a kokonya szentelés, ételszentelés. A székelyek azok kokonyának nevezik. Végül is magáról a kenyérről, tehát a kalácsról nevezték el, tiszta kalács, így is nevezték. Az eseményen részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is. Elmondta, már több éve állandó résztvevője a rendezvénynek. A húsvét a keresztény világ legnagyobb ünnepe. Jézus Krisztusnak a feltámadását ünnepeljük, és ez az ünnep zárja le a 40 napos böjti időszakot. Nagyszombat délután szinte minden településen a katolikusok körmenetet tartanak, és a Szent Mise után lehetőség van az ételszentelésre. Régebben ezt a hajnali mise által végezték el, húsvét vasárnap, de most már inkább nagy szombaton kerül erre sor. Mi székelyek is megőriztük ezt a hagyományt, és most már jó néhány éve itt Kismányokon találkozunk, és a hagyományok alapján az ételszentelést itt végezzük el a Székely portának az udvarán. A kokonya szentelést követően szeretett vendégséggel kedveskedtek a résztvevőknek. Felújíthatják a vízhálózatot, egységes árrendszer jöhet idehaza. Erről a miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt. Gulyás Gergely azt mondta, a helyzet áttekintésekor két problémával szembesültek. Az egyik, hogy a hálózat felújítása elengedhetetlen, a vízveszteség országosan 22%, néhány térségben pedig 60%. Ráadásul most arra a szolgáltatók kiadása jelentős mértékben nőtt. Emiatt átfogó rekonstrukcióra van szükség. Ráadásul ez egyetlen terület, ahol a rezsicsökkentés bevezetésekor az akkori árakat maximáltuk, ezért többszörös különbségek vannak a vízárakban az ország különböző pontjai között. Arra adtunk felhatalmazást az energetikai miniszternek, Lantos miniszter úrnak, hogy mind a vízvezetékrendszer felújítására, mind pedig amennyire lehet egy egységes árrendszer irányába történő elmozdulásra tegyen a kormány számára javaslatot. 1964 óta, április 11-én, József Attila születésnapján ünneplik hazánkban a Magyar Költészet napját. Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és versenyekkel tisztelegnek a magyar líra előtt. A rendezvényeken klasszikus és kortárs költők versei egyaránt szerepelnek. Gyakran diákok vagy éppen a ma is élő szerzők tolmácsolják költeményeiket. Idén is megtartották húsvét hétfőn a már hagyományos Emmaus járást Tolnán és Mözsön. A helyi katolikus hívek ilyenkor rövid zarándoklatra indulnak, hogy az út során Jézus feltámadását ünnepeljék. A hagyomány a bibliai időkig nyúlik vissza. Örvendetes napunk támad. Örömhírt vittek a katolikus hívek húsvét hétfőn Tolnáról Mözsre, a megfeszített Jézus feltámadását ünnepelték.
A településen néhány éve elevenítették fel az Emmaus járás hagyományát. A szokás annak a bibliai történetnek állít emléket, ami szerint a Jeruzsálemből Emmaus felé tartó tanítványoknak megjelent a megváltó. Ők viszont elsőre nem ismerték fel, csak később egy vacsora során jöttek rá, ki is szegődött melléjük. Elindulunk ezen a másnapi ünnepen, húsvét hétfőn egyik közösségből a másik közösség felé megerősíteni ennek a hírnek a valóságát, hogy hitünknek közös ez az alapja. Nyilván megünnepeltük az elmúlt napokban, itt is, ott is a szentmiségben húsvét nagy ünnepét. Most viszont egy örömteli találkozással szintén szeretnénk ezt kimondani, akként is, hogy utcán, prosekcióban, gyalogosan, énekelve, imádkozva zarándokolunk. Tolnán a hívek a helyi hagyomány szerint a Kálvária kápolnától indulnak, és a Mözsi templomig zarándokolnak. Az út során Jézus feltámadását, az élet halál feletti győzelmét, a katolikus hagyomány legnagyobb ünnepének örömét hirdetik. Amikor kihegyezve kérdezik, és kérdezzük, hogy melyik a legnagyobb ünnepe a kereszténységnek, akkor hát azt kell mondanunk, hogy miért is lett emberré az Isten? Azért, hogy megváltson. És de facto ez a megváltás Jézus kereszt halálában és feltámadásában, húsvétban realizálódott. A tolnai Emmaus járást ezúttal is húsvét hétfői szentmise zárta. Megjelentek a Nemzetpolitikai Államtitkárság Szülőföldön Magyarul programjának idei felhívásai, amelyek értelmében az eddigi 22.400 forintról 100.000 forintra emelkedik a külhoni magyar gyerekek oktatási, nevelési támogatása, jelentette be Potápi Árpád János kedden. A miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kifejtette az alapvető nemzetpolitikai és nemzetstratégiai célokat a háború okozta nehéz gazdasági helyzetben sem adják fel, az anyanyelvi oktatás minden külhoni régióban a közösség megmaradásának garanciája. A cél, hogy a szülők magyar tanítási nyelvű iskolába irassák a gyermekeket. Azok a gyermekek, akik ilyen intézménybe járnak, nagyobb eséllyel tartják meg magyar identitásukat, húzta alá. A támogatás összege eddig 22.400 forint volt, ez most 100.000 forintra emelkedik. A juttatást mindig az adott tanév után folyosítják, azt még idén, a tervek szerint augusztusban, szeptemberben megkapják az érintett családok. A 600 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság hétfőn. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 217, szombaton 170, vasárnap 205 jogellenesen az ország területén tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek át az ideglenes biztonsági határzáron a rendőrök. Az ország belsejében 8 határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Az elmúlt héten az ország területén 1373 határsértőt tartóztattak föl az egyenruhások. Embercsempészés miatt 35 gyanúsított ellen indult eljárás, derül ki a rendőrségi összesítésből. Húsvétkor sem volt idejük pihenni a rendőröknek. Folyamatosan az utak mentén ellenőrizték a közlekedőket, és volt is dolguk bőven. Tolna vármegyében közel 200 szabálytalankodóval szemben kellett intézkedniük. Jeleztek, hogy itt vannak, nem hagytottam gyorsan. Még szamarak húzta, lovaskocsit is ellenőriztek a rendőrök a húsvéti hosszú hétvégén Tolna vármegyében. A hajtó természetesen a szondát is megfújta. A műszer nem jelzett alkoholfogyasztást, így az állatok és a gazdájuk már mehettek is tovább. Rengeteg rendőr volt az utakon az elmúlt napokban, több száz autóst és közlekedőt ellenőriztek. Főként az alkoholfogyasztókat és a biztonsági eszközöket nem használókat akarták kiszűrni, és volt is dolguk bőven. Van a szombati napon, amikor fokozott ellenőrzés zajlott szintén Tolna vármegye útjain, akkor 144 olyan járműben utazó személlyel szemben intézkedtek, akik a biztonsági jövőket nem használták.
Emellett akadt olyan járművezető is, aki gyermekét nem ültette gyermekbiztonsági rendszerbe, vele szemben is eljártak, illetve voltak ittas járművezetők is, akikkel szemben közigazgatási hatósági eljárást indítottak. Ez azt jelenti, hogy nem voltak olyan mértékben ittasak, hogy büntető eljárást kezdeményezzenek velük szemben, azonban a zéró tolerancia ellenére a szervezetükben volt alkohol. Köszönöm. Az elmúlt 4 napban közel 200 szabálytalankodót fogtak el a rendőrök az utakon, az országnak ezen a részén. A szakemberek azt kérik, mindenki tartsa magát a KRESZ és a törvények előírásai, azaz ünnepeket követően is, hiszen ők folyamatosan az utakat figyelik. A legtöbb probléma egyébként a biztonsági övvel és az alkoholfogyasztással volt. Mindenkit kérünk arra, hogy ittasan, illetve alkoholfogyasztását követően ne üljön volán mögé, hiszen a baleseti kockázat óriási tud lenni ezekben az esetekben. Továbbá felhívjuk a figyelmet mindenkinek arra, hogy a biztonsági öv használata nem lehetőség, hanem egy kötelező eleme a járműben utazásnak. Tehát mindenkit kérünk arra, hogy a biztonsági övet használja, hiszen amikor ütközés történik, akkor a súlyos fokú sérülésektől, illetve a tragédiától megmenthet bennünket. Az alkohol és az öv mellőzése egyébként a leggyakoribb baleseti okok között szerepel idehaza. Utóbbi használata akár 80%-kal is növelheti a halálos sérülések elkerülésének esélyeit. Márciusban a TK turisztikai konjunktúra index plusz 4 ponton állt, a mínusz 100 és plusz 100 közötti skálán, ami azt jelenti, hogy az ágazat szereplői helyzetüket 3/4 év után újra enyhén javulónak érzékelik, közölte a legfrissebb felmérési eredményét kedden a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége. A januári enyhe és a februári jelentős emelkedés után az index mértéke további 7 ponttal nőtt márciusban, legutóbb 2022. júniusban állt ezen a szinten. Az év harmadik hónapjában a turisztikai cégek 77%-a szolgáltatási árainak növekedéséről számolt be, míg februárban 85% volt ez az arány. Márciusban a turisztikai cégek 32%-a jelezte, hogy a következő 3 hónapban várhatóan emelni fogja szolgáltatásának árát, 63%-uk pedig nem változtat a díjakon, még csökkentést 5% jelzett. A következő 3 hónapban az előző év azonos időszakához képest a szállásadók 38%-a vár növekedést a vendégészakák számában. Több millió életet mentetnek meg az új oltóanyagok, amelyek számos betegség többek között a rák ellen is alkalmazhatók. Egy vezető gyógyszercég azzal számol, hogy 2030-ra elkészülnek a rák, a szívérrendszeri, autoimmun és egyéb betegségek elleni oltások. A kutatók szerint a világjárvány alatt roham tempóban kifejlesztett COVID vakcináknak köszönhetően 15 évnyi előrehaladást értek el 12-18 hónap alatt. A vállalat, amely az mRNA-s eljárással koronavírus elleni vakcinát hozott létre, most különböző daganattípusokat megcélozó rák elleni vakcinákat fejleszt. Több légúti fertőzést is lehetne kezelni egyetlen oltással, védelmet nyújtva a veszélyeztetett embereknek a COVID, az influenza és az RSV ellen, míg az mRNA-s terápiák olyan ritka betegségekre is használhatóak lehetnek, amelyekre jelenleg nincs gyógyszer. Több utca megújult Faddomboriban. Takács Anikó, a Dunaág 7139 Egyesület elnöke elmondta, hogy az üdülő telepen életvitelszerűen élők mindennapjai a beruházásoknak köszönhetően lényegesen egyszerűbbé váltak. A projektet egyébként több vállalkozó, Fad önkormányzata és a helyi lakosok is támogatták. Januárban ezzel a képpel tett közzé felhívást a Dunaág 7139 Egyesület elnöke. A fotó Faddombori egyik utcájában készült, jól látható, hogy a csapadékos időjárásnak köszönhetően szinte járhatatlanná vált az utcakasz. Az üdülő telepen egyébként 12 utcában küzdenek hasonló problémákkal az ott lakók, így sokan támogatták az ötletet, hogy a sáros, aszfalt nélküli utakat rendbe kell hozni. A felhívásra Fadról és Tolnáról is érkeztek vállalkozók, akik saját költségvetésükön elvégezték a gépmunkát, az alapozást, az úzott kövezést és a hengerelést. Tettem egy felajánlást, hogy a gépmunkát elvégzem és adok egy kamionnyi követ, amivel itt ideglenesen meg tudjuk oldani az utaknak a járhatóságát. És szerencsére Anikó elindított egy felhívást itt a lakosok körében is,
akik csatlakoztak, szintén gyűjtöttek pénzt ahhoz, hogy az ő utcájukat is meg lehessen egy kicsit javítani. Végül az Ibolya, a Gyöngyvirág, a Viola, illetve a Szegfű utca újulhatott meg, ahol a lakók ingatlanonként 25 ezer forinttal támogatták a projektet. Sikerült az utcákat olyan állapottá varázsolniuk, hogy járhatóvá váltak, így a sár már nem nehezíti az itt lakóknak az életét esőzés és csapadék után. Megkerestem a Fadi önkormányzat polgármester urát is azzal kapcsolatban, hogy esetleg tudná segíteni a költségvetésből valamekkora összeggel, hogy esetlegesen beletegyünk az útfelújításba. A válasz természetesen pozitív volt, és Fad önkormányzata 600 ezer forintot ajánlott fel, aminek köszönhetően a négy útszakaszon kívül a Gerbera utca egy jelentős része is járható lett, ahol egyébként a kátyuk miatt korábban már csak a zöld területen tudtak közlekedni az autók. Szeretnék köszönetet mondani Anikónak ezért a kezdeményezésért, hiszen mint látható sikeres lett, és külön szeretnék köszönetet mondani annak a három vállalkozónak, aki a munkálatokban segített nekünk, és a földmunkákat, illetve az uzott kőbeterítést és tömörítést elvégezte. Tehát köszönet Tanács Gézának, Takács Balázsnak és Fazekas Mihálynak, hiszen az ő hatatos közreműködésük és munkájuk nélkül ez a beruházás nem valósulhatott volna meg az idén. A polgármester hozzátette, hogy bár az idei évben kevesebb pénzből gazdálkodnak, ennek ellenére több, kisebb fejlesztést is terveznek még 2023-ban Faddomboriban. Ezek között szerepel csatornázás, eligazító táblák kihelyezése és további útfejlesztés is. Regionális híreink következnek. Papíralapon is érkeznek a tervezetek, még bő egy hónap van vissza az SZJ bevallási szezon végéig. Támogatott lakhatás, korszerűsítés, pályázati pénzből fejleszt a Kerekvilág Alapítvány. Világtalálkozó, Színházi Olimpia, Kaposváron. Még bő egy hónap van vissza, május 22-ig, az SZJA bevallási szezon végéig. A legtöbben már készhez kapták a tervezetet elektronikusan. Akik papír alapon kérték a dokumentumot, azoknak április 30-ig postázza azt a NAV. A bevallás fontos része, a munkáltatótól kapott igazolás, de a visszaigényelhető adóról is nyilatkozniuk kell az érintetteknek. Javában zajlik az SZIA bevallási szezon. A legtöbben már készhez kapták a NAV által készített tervezetet elektronikus úton, hiszen ezeket március 15-e óta folyamatosan küldi ki az adóhivatal. Azoknak az adózóknak, akiknek van értesítési tárhelye, de úgy rendelkeztek, hogy a hivatal ne elektronikusan tartsa a kapcsolatot velük, az általuk megadott címre papíralapon fog megérkezni a bevallási tervezet. Azoknak az adózóknak, akiknek nincs elektronikus elérési lehetőségük, főszabályként az állandó lakcímre fog érkezni a bevallási tervezet. Azonban, hogyha a hivatal felé rendelkeztek arról, hogy levelezési címet vagy tartózkodási hely címét használják kapcsolattartásra, akkor ezekre a címekre fog érkezni a kinyomtatott bevallási tervezet. Április végéig minden érintett meg fogja kapni ezt a nyomtatványt. Fontos dokumentum még a 22 M30-as jelű nyomtatvány. Ezen szerepel a 2022. évi kifizetett, juttatott jövedelem, a levont adó és a járulékok. Ezeket minden munkavállalónak meg kellett kapnia január 31-éig. Amennyiben az adózók ezt nem kapták meg, akkor kérhetik a NAV-tól a munkáltatói adatszolgáltatások alapján rendelkezésre álló adatok kiadását egy papíralapú kérelemmel a lakóhelye szerinti illetékes igazgatóságtól. Emellett a visszaigényelhető adóról és nyilatkozni kell. Teljesen függetlenül attól, hogy valaki elektronikusan vagy papír alapon készíti el a bevallását, a visszaigényelhető adóról mindenképpen nyilatkozni kell. Tehát egyrészt arról kell nyilatkozni, hogy a teljes összeget visszakéri az adózó, vagy pedig csak egy részét. Hogyha ez megtörtént, akkor pedig nagyon fontos az, hogy pontos postacímet, vagy pedig bankszámla számot adjon meg. Az adózók, mint minden esetben, úgy ezekben a kérdésekben is kérhetnek segítséget. A NAV munkatársai telefonon a 1819-es infóvonalon és személyesen az ügyfélszolgálatokon nyújtanak tájékoztatást, segítséget.
Akadályok nélkül a Kerek Világ Alapítványnál. Ezzel a címmel nyújtott be egy EFOP pályázatot a pécsi szervezet. Ennek köszönhetően 357 millió forint visszanemtérítendő támogatásból részesültek. Az összegből 12 fő részére támogatott lakhatást alakítanak ki, de korszerűsítik a nappali ellátó intézményt és egy elektromos kisbuszt is vásárolnak. Már 33 éve működik Pécsen a Kerekvilág Alapítvány. A fő cél, hogy a rájuk bízott fogyatékkal élők továbbra is családjukban élve részesülhessenek a képességeiknek legmegfelelőbb oktatásban és fejlesztésben. Nyitottak legyenek a világra, hogy felnőve minél teljesebb értékű tagjai lehessenek a társadalomnak. Az alapítók célkitűzése az volt, hogy az óvodától a felnőtt korig minden szolgáltatást elérhetővé tesznek. Ez most megvalósulni látszik. Iskolánk most már 20 éve van, nappali felnőtt nappali intézményeink is lassan 20 éve, sőt van, amelyik régebb óta munkavégzéssel egybekötve, és most a lakhatás feltételeit is igyekszünk kialakítani. Méghozzá olyan módon, hogy nem egy bentlakásos intézményt hozunk létre, hanem egy integrált otthont, társasházat, ha úgy tetszik. Az a hivatalos neve egy lakhatási, vagy támogatott lakhatás, bocsánat. Ahol 12 fogyatékkal élő lakhat saját lakásban majd. Egy EFOP pályázaton nyert ugyanis forrást az alapítvány. A társasház egyébként akadálymentesített lesz, de emellett más épületek is korszerűsödnek. A nappali intézményünket is tudjuk fejleszteni, egy elektromos mikrobuszt is be fogunk szerezni a pályázatból az ő közlekedésüknek a segítésére, és még egy napelem korszerűsítésre is sor kerül az energiaköltségek elszaladása miatt, vagy ezt megelőzendő. Úgyhogy komplex programot fogunk végrehajtani EU-s támogatásból, kb. 350 millió forintból. A pályázat a magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakításának megvalósítására szolgál. Az elnyert összeg azonban csak egy részét teszi ki a költségeknek, az alapítvány ezért gyűjtést indított. Egyrészt arra kérik a pécsieket, hogy adójuk 1%-át ajánlják fel számukra, másrészt pedig egy jótékonysági koncertet rendeznek majd május végén. A támogatók a rendezvényre szóló jegy megvásárlásával járulhatnak hozzá a további sikeres munkához. Külföldi színházi előadásokkal, valamint bábművészeti produkciókkal, kiállításokkal várja a közönséget a 10. színházi olimpia és bábművészeti világtalálkozó. A programokat idén hazánk rendezi, és az esemény sorozat egyik helyszíne Kaposvár lesz. A Kaposvárhelyőrségi Zenekar muzsikával hangolt a 10. színházi olimpiára és az ennek keretei között szerveződő bábművészeti világtalálkozóra. Színházunknak már nagyon jelentős hagyományai vannak, és Pályi Jánosik is letettek már az asztalra. És ez a kettő elmond mindent a mi színházművészeti életünkről. Méltó helyszíne lesz a színházi olimpiának és a bábművészeti világtalálkozónak Kaposvár, mondta Szita Károly polgármester a programokat beharangozó sajtótájékoztatón. A színházi olimpia bejárta már az egész világot, ezúttal hazánk ad otthont a rangos esemény sorozatnak. Két előadást a Csiky Gergely Színházban láthat majd a közönség. Az olimpiai szervezők gondolata az volt, hogy a vidéki színházak egy külföld és egy határon túli produkciót lássanak vendégül. Ehhez kapcsolódtunk próbálva kicsit személyesíteni a határon túli előadásként. Csíkszereden a városát szólítottunk meg, egy Kaposvárnak testvérvárosa, és a Csiki Játékszín egy Shakespeare harmadik Riár című király drámájával érkezik hozzánk, illetve egy bolgár társulat, a Plovdiv Dráma Teáter fog hozzánk ellátogatni, egy nagyon izgalmas regény, illetve pontosabban novella feldolgozása az Alessandro Baricco-nak a Sajem című novellájának egy nagyon izgalmas képvilágú, egyedi stílusú előadásával érkeznek hozzánk. Május 15-én jönnek a bolgárok, május 22-én a csíkszeredaiak. A 10. színházi olimpia keretei között szerveződő bábművészeti világtalálkozó egyik helyszíne lesz, több hétvégén keresztül a kaposvári bábszintér. 12 vidéki bábszínházzal együtt készítettünk el egy programot. Személy szerint jó magam is egy erősen benne voltunk, hogy mi legyen ez a program a színházi olimpia keretében, és ez lett a bábművészeti világ találkozó. És ez nagyon, nagyon széles, nagyon mély program, 8 programsáv van. A fesztivált bábművészeti kiállítások és egy térinstalláció is gazdagítja majd. A kaposvári bábszintérben április 24-e és június 24-e között több mint 35 báb előadást láthat majd a közönség. A szabadtéri programok a gyereknappal indulnak.
Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer röviden. Nagy szombat Kismányokon ünnepi misét és ételszentelést tartottak a településen. Jézus feltámadását ünnepelték, hagyományos Emmaus járást tartottak Tolnán húsvét hétfőn. Húsvétkor sem pihentek a rendőrök, folyamatosan Tolna vármegye útjait pásztázták. Több utca megújult Faddomboriban, vállalkozók és helyiek is támogatták a projektet. Szerdán általában napsütéses idő várható, mérsékelt felhősödésekkel. A reggel még élénk, olykor erősebb lökésekkel is kísért északnyugati szél fog fújni, estétől nyugat felől mérsékelt vastagságú felhőzet sodrodik a Dunántúl fölé. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!